A bíróságok a márciusban vezettek be rendkívüli intézkedéseket a koronavírus járvány miatt. Bár az épületekben folyt a munka és az ügyek is haladtak, személyesen nem tartottak tárgyalásokat, és az ügyfélsegítő vagy régi nevükön a panaszlapok is szüneteltek, valamint a beadványokat is csak az épületekben elhelyezett postaládákban fogadták. Néhány napja viszont már ügyfelek is beléphetnek a bíróságok épületeibe. A koronavírus járvány ideje alatt ebben a rendkívüli időszakban is működtek a bíróságok, zajlottak a tárgyalások, illetve az eljárási események akár írásban, akár tárgyaláson kívül is megtörténtek. A tárgyalásoknak pedig speciális módja volt ez a bizonyos elektronikus tárgyalás. Ez azt jelenti, hogy nem újranyitásról beszélünk, hanem folytatódnak az ügyek, csak most már lehetőség van a személyes megjelenésre is, illetve sok esetben ez kötelezettség is. A bírósági épületekbe egyelőre csak különleges óvintézkedések mellett lehet belépni. A bírósági épületekbe a megye területén a belépés, a beléptetés speciális szabályok alapján történik. Minden ügyfelet, illetve aki személyesen kíván bíróságon ügyet intézni, arra kérünk, hogy a bírósági épületekbe kizárólag szájat, orrot eltakaró maszk, sál, kendő használatával léphet be, illetve a gumikesztyűt is használnia kell. Elsősorban az épületekbe történő beléptetéskor felhívják a biztonsági szolgálat alkalmazottai az ügyfelek figyelmét ezen szabályok betartására. A panasznapok és a személyes ügyintézés is újraindult a bíróságokon. Ezekre előzetesen telefonon kell bejelentkezni, a személyes ügyintézésre pedig egyelőre speciális szabályok vonatkoznak. Elsősorban a panasznapon elektronikus vagy telefonos időpont egyeztetés útján tudjuk fogadni az ügyfeleket személyesen, azonban természetesen akinek ilyen időpontja nincsen vagy nem tudott foglalni, megpróbáljuk a kapacitásunkhoz mérten ezen ügyfelek kérelmeit is befogadni. A kezelőirodákba szintén az ügyfelek beléphetnek speciális intézkedések betartása mellett, de a kezelőirodáink szintén korlátozott befogadóképes. Annyi ügyfél tartózkodhatott, ahány bírósági ügyintéző az ügyekkel foglalkozik. A kezelőirodákon kizárólag iratbetekintés, személyes ügyintézés, illetve iratbeadás céljából lehet tartózkodni az arra szolgáló ideig, tehát amint ezt a tevékenységet az ügyfél befejezte, az épületet azonnal el kell hagynia. Ugyanez vonatkozik a panasznapra vagy ügyfélsegítő napra is, tehát ugyanezen korlátozik. Változások mellett lehet bejönni, csak annyian léphetnek be az ügyfélsegítőre, ahány dolgozónk, illetve alkalmazottunk ezt az ügyfélsegítő napot végzi. Már a tárgyalások is újra személyes jelenlét mellett zajlanak, a tárgyaló termekben viszont még mindig szigorú szabályok vannak hatályban. Biztosítani kell a 2 méteres védőtávolságnak a betartását, maszkban, illetve kesztyűben lehet jelen mindenki a tárgyaláson. Speciális szabály az, hogy az eljáró tanácselnöke nyilatkoztat minden jelenlévőt arra, hogy esetleg érintette a járványügyi intézkedésekkel, amennyiben igen, nyilván a tárgyalások nem tarthatóak meg. Itt nyilatkozniuk kell az ügyfeleknek, amennyiben bárki a szabályokat megszegi, kiutasítható az épületből. Arra mindenkit szeretnénk megkérni, hogy természetesen az idézésekre meg kell jelenni, de amennyiben koronavírussal megfertőződött valaki, vagy hatósági házi karanténban van, vagy a hozzátartozója, ezt jelezze mi hamarabb a bíróságon, telefonon, vagy elektronikus úton, illetve igazolási kérelmet terjeszten elő, mert ez esetben nem szabad megjelenni, de természetesen a távolmaradását ki kell mentenie. Jelenleg júniusban átmeneti időszakot élünk, a kormánynak az idevonulása rendelete alapján a veszélyhelyzet természetesen még tart, tehát ezek a korlátozások mindenkire vonatkoznak. A veszélyhelyzet megszűnése valamikor június végére várható, innentől kezdődően is azonban a bíróságon ezek a korlátozások továbbra is élnek, tehát mindenkit megkérünk arra, hogy ezeket a járványügyi szabályokat legyen szíves betartani. Emellett a bírók azt is meghatározhatják, hogy hányan vehetnek részt egy-egy tárgyaláson.
minden ügyfelet, illetve aki személyesen kíván bíróságon ügyet intézni, arra kérünk, hogy a bírósági épületekbe kizárólag szájat, orrot eltakaró maszk, sál, kendő használatával léphet be, illetve a gumikesztyűt is használnia kell. Ezek mellett a bíróságokon kézfertőtlenítőt helyeztek ki, ezeket mindenkinek használnia kell, aki belép az épületekbe, és a 2 méteres védő távolságot is tartani kell.